napja vagyok, és a mai videóban egy ilyen könyvadaptációs filmajánló lesz. Valami olyasmi. Kitaláltam a címét egyébként, mint ahogy azt láthattátok is. Szóval olyan filmekről lesz szó, amiknek könyv alapjuk van, de ugye mostanában például én is küzdök azzal, hogy annyira nincs kedvem olvasni. Szóval ezek olyan filmek lesznek, amiknek ugye könyv alapjuk van, de viszont filmben is nagyon jók, szóval ha valakinek nincs kedve elolvasni a könyvet, akkor egészen nyugodtan megnézheti a filmet. Valami ilyesmi a koncepció. Ezek között a filmek között lesznek olyanok, amiknek én a könyv alapját nem feltétlenül olvastam. Szóval csak annyit tudok mondani, hogy a film az jó, de egyébként van belőle könyv is, az nem, arról nem tudok külön véleményt nyilvánítani nyilván, mert nem olvastam. De a legtöbbet olvastam. Körülbelül 2/3-át olvastam azoknak, amiket mondani fogok. És igen, ezek mind olyan filmek lesznek, amiknek igazából jó is volt a könyv alapja, kb. És én nagyon szeretem őket filmben. Ez a lényeg. Tehát filmben tutira jók ezek a sztorik. Az első az Jane Austennek az Emmája. De nekem ez a könyv egyrészt nagy kedvencem, másrészt ebből nemrég jött ki az új film adaptáció. De egyrészt ajánlom azt is, mert első ránézésre nekem az annyira nem tetszett, nem győzött meg, aztán megnéztük, és úristen, nagyon-nagyon jó volt az újfajta Emma, úgyhogy azt mindenkinek ajánlom megnézni. Másrésztről pedig, ami még nekem nagy kedvencem, és Emma adaptáció, az a BBC-s Emma sorozat, azt hiszem 4x1 órás részekről van szó, de eleve ez a Jane Austen történet a leghumorosabb, a legkönnyedebb, és imádom. Tényleg, ez az összes Jane Austen regény közül nekem ez a kedvencem. És filmben, és sorozatban is nagyon jó. Most az a film adaptációja, ami alapján ez a borító készült, azt nem láttam. Szóval igen, az idei film. És a BBC sorozat. Másik, ami filmben irtózatosan nagyon jó, viszont én még nem olvastam könyvben. De ennek a filmnek nagy volt a visszhangja, és ugye sokan azután olvassák el, és állítólag én, amit így hallottam róla, a könyvben is jó. Ez pedig a Kőgazdag ázsiaiak. A Kőgazdag ázsiaiak volt, azt hiszem 2019-es talán maga a film, és nagyon hosszú ideig nem voltak ilyen igazán jó romkomok, és a Kőgazdag ázsiaiak filmben tényleg az az igazi nagyon jó fajta romkom. Azt is nem tudom, már láttam legalább 3-szor vagy 4-szer, ha nem többször. És még mindig meg tudnám nézni újból, mert nagyon jól megcsinálták a filmet, és majd el szeretném olvasni a könyvet is hozzá, mert ugye ez azt hiszem 3 rész könyvben talán, de odáig még nem jutottam el, viszont a film az eszméletlenül jó. Mondanám, hogy külön elsztorizok, hogy melyik miről szól, de annyira nem fogok, mert túl hosszú lenne. Hogyha valaki szeret egy jó romkomot, akkor ezt feltétlenül meg kell néznie. Másik nagyon jó romkom, ami tavaly? Vagy tavaly előtti? Valahogy, nem emlékszem, 2018-as lesz, az a Simon, Love Simon című film, igen, ami ugye a Simon és a Homo Sapiens Lobbynak az adaptációja. Imádtam a könyvet, imádtam a filmet nagyon imádtam, tehát a filmet az is ilyen, nagyon sokszor láttam, pedig még mennyi 2 éves csak a film, de irtózatosan jó, és imádni való az egész történet, és Én lehet, hogy még kicsit jobban is szeretem a filmverziót a könyvnél. Igen, szerintem. Egy icipicivel nálam a film az előrébb van a könyvnél, mert egyrészt szerintem nagyon jól beválogatták a színészeket, meg úgy a lényeges részét átadták a sztorinak. Szóval az egy ilyen filmadaptáció volt, és szerintem abban az évben, amikor azt kijött, én arról rengeteget beszéltem. Úgyhogy ennek is nagyon jó. Ha valaki esetleg nem tudná elolvasni. Filmben egy másik nagy kedvencem, amiből majd egyszer, ha valamikor eljön az ideje, és beszerzem a könyvet valahogy, akkor el fogom olvasni, az pedig a Herceg menyasszonya. Na, az egy nagyon agyalágyult film így első ránézésre, és egyszer a baráti társaságommal megnézettem, és utáltak érte, pedig én nagyon imádom azt a filmet, eszement az egész. Nagyon kíváncsi vagyok a könyvre, hogy az vajon mennyire ugyanolyan, mint a film. Mert én tényleg a filmet nagyon szeretem. Megnézetem mindenkivel, ha utálnak érte, ha nem. Ha valaki hajlandó adni annak a filmnek egy esélyt és végignézi, és hajlandó venni a poénokat, akkor nagyon élvezetes. A következő, nem konkrétan az lesz, amit felmutatok, mert
A büszkeséges balítélet szuper jó film. Ha egy milliószor újra néztem már a nővéremmel, a könyvet még csak egyszer olvastam, könyvben is remek, sztori, de én most nem a büszkeséges balítélet filmet fogom ide mondani, hanem a büszkeséges balítélet és a zombi című filmet. Ugyanis ebből csináltak, azt hiszem könyvben is megjelent ugyanúgy, hogy egy ilyen zombis verziója a büszkeséges balítéletnek. És a film, ugye abból is csak a filmet láttam, de a film azért fenomenális, mert a büszkeséges balítélet szövegét alkalmazzák zombis környezetbe. Az egész sztorit áttették zombis környezetbe. Fantasztikus, egyszerűen annyira jó az is, hogy... De nagyon eszement az a film. De imádom. Nem is tudom, most talán nemrég néztük újra, mert így elkapott a hív, hogy nézzük már meg újra a zombis büszkeséges balítéletet, és apa feladta. De apa mindig feladja a kosztümös filmeket, de nagyon jó, tényleg. Tehát, hogyha valaki azt mondaná, hogy a sima büszkeséges balítéletet esetleg már unná, bár szerintem olyat nem lehet, na mindegy, szóval esetleg unná, és szeretné, hogy kicsit meg legyen spékelve, vagy akciódúsabb legyen, büszkeséges balítélet és a zombik. Fantasztikus. A következő, én könyvben nem szerettem, és ezt nem is titkolom, de tényleg nekem könyvben nem jött át a történet, viszont filmben úgy teljesen megváltoztatták, és filmben imádtam, és filmben láttam először, és utána olvastam csak a könyvet, és a könyv számomra csalódás volt, az a pótkerék, a Duff, és az is filmben egy annyira jó kis cuki romkom volt, és imádtuk, és aztán gyorsan, akkor biztos jó lesz a könyv is, és nekünk nem tetszett a könyv. És azért mondom, hogy nekünk, mert én is olvastam, a nővérem is olvasta. Mindkettőnknek tetszett a film, egyikünk is mi tetszett a könyv, úgyhogy nálunk ez egy ilyen volt, hogy a film jó volt, de a könyv nem jött át. Szóval, hogyha valakit érdekelne a sztori, elolvashatja könyvben is, de ha éppen nem lenne kedve elolvasni, a filmet nagyon tudom ajánlani. Megint csak nem olvastam, de tervezem majd egyszer, valamikor elolvasni. A filmet nagyon régen láttam, körülbelül abban az évben, amikor kijött, ami nem tudom pontosan mikor volt. Ez az ember, akit Ovenak hívnak, és ezt Frederick Backman írta. És Backmantől olvastam a Nagymamám azt üzeni bocs című könyvet, és azt imádtam. Szóval az Ovét is nagyon dicsérik, és a film is nagyon jó volt belőle, ugye abban egy idős embert követünk, és ugye Frederick Backman stílusához, tehát ilyen vicces az egész. És mai napig vannak poénok, amik így megragadtak bennem, tehát így amire így konkrétan emlékszem abból a filmből az, hogy az Audinak négy kell, igen, az Audis. Az volt ilyen vita a két kocsi márka között, azt hiszem, hogy az egyik emberkének ilyen volt, a másiknak olyan, és akkor abban volták azt, hogy mi? 4-0, az ötödik meg a sofőr talán, szóval ez így megmaradt bennem. Szóval ez egy nagyon jó kis vicces film, ráadásul Frederick Backman ugye finn szerző, tehát még csak nem is ilyen, azt mondom, lehet rá mondani, hogy tucat, mert angol szerző, nem. Finn szerző, és nagyon jó könyvei vannak, még csak egyet olvastam, de tudom, hogy dicsérik nagyon. Úgyhogy meg kéne még olvasnom. És ez a film jó volt, tudom, hogy jó volt. Tehát arra emlékszem kristálytisztán, hogy végignevettük az egészet. Egy kis zombis megint, az Elementestek, ami... Hát én filmben azt is jobban szeretem egyébként a könyvet, amikor elolvastam, hogy jó volt, de hát azért a film felé szerintem én jobban húzok. Volt egy-két rész a könyvben, aminél így érdekes volt, hogy olvasni, hogy könyvben eredetiben hogy volt, de a filmet nagyon szerettem. Ráadásul, ja, a színészeket is szeretem, akik voltak benne, és azt is jól adaptálták. Tehát ugye ezek közül, amiket én most itt mondok, a legtöbb olyan, hogy általában a könyv is jó, és nagyon jól adaptálták a könyvet. Vagy jobban adaptálták egy-két esetben a könyvet. Egy irtózatosan aranyos, ilyen kis gyerekkönyv adaptáció, a Leleményes Hugo című könyv. Azt hiszem filmben csak Leleményes Hugo, valahogy így van a címe. És ez egy pályaudvaron játszódik, ahol egy ilyen árva kisfiú szaladgál össze-vissza, és csinálja a dolgokat, és talál egy gépet, ami egy rajzot tud elkészíteni. Hát könyvben vastagnak tűnik, de ugye ez nem egy... Próbálok kinyitni. Szóval tele van illusztrációval, szóval... Szerintem van 500 oldal, és egy óra alatt kiolvasható. És nem egy mai film, ez sem, de eszméletlenül aranyos. És a kis Asa
azt hiszem, hogy kell kimondani, hogy kis Asha Butterfield lejátszik benne, írtó cuki. Még bébi benne. Nem tudom hány éves, de nagyon picinek néz ki. Következő szintén nem olvastam, de Emma olvasta, és azt mondta, hogy nagyon szenvedős könyvben, és én ezért nem akartam elolvasni könyvben, mert amúgy hosszú is, és nincs kedvem szenvedni. Az távol a világ zajától, ez is ilyen kosztümös stílus. És azt hiszem ebből mindketten egyébként Emmával a filmet láttuk előbb, és utána olvasta ő a könyvet, és én is el akarom olvasni, de lehet nem fogom, mert egyébként Thomas Hardyról olyasmit hallottunk, hogy ez talán az egyetlen könyv, aminek úgy, ahogy még jó a befejezése, és miközben nem olvasta, mindig azt mondta, hogy hát ez elég lehúzó, elég szenvedős volt, úgyhogy könyvben nem biztos, hogy el fogom végül olvasni, filmben viszont jó. A filmben is megvannak a mélyebb pontok benne, de amikor ránk jön a kosztümös filmnézés, és éppen nem a büszkeség és balit életet nézzük meg, akkor valószínűleg ezt. Szóval, hogyha a Jane Austen szálltal el akarunk kicsit rugaszkodni, akkor a távol a világ zajától egy jó döntés. Hát amúgy a következő három, oké, hogy nincs, ugye ez ilyen nincs kedvem elolvasni, de meg tudom nézni filmben típusú videó, viszont a Hitterabiti a földjére egy rettenetesen rövid kis könyv, viszont én a filmet jobban szerettem. Elolvastam ezt a könyvet, de nekem ez annyira nem jött el könyvben, mert filmben valahogy vizuálisabb volt. Könyvben ugye annyira nincsenek részletekben egy a dolgok, meg úgy filmben tényleg a vizuális effektek, amik hozzájöttek, azok úgy számomra jobbá tették a történetet. De zsepi kell hozzá, figyelmeztetés előre. Nem egy túl bonyolult történet, meg nincs így nagyon túl kacifántozva, vagy mit tudom, mint egy ilyen 600 oldalas fantasy regény, de egyébként egy teljesen jó kis gyerekkönyv, és filmben is nagyon élvezetes. Következő, Hadakutyán egy kis világháborús könyv. A könyv és a film egyébként totál más, de tényleg teljesen más. Hát a filmben ugye a nagyobb hatás kedvéért változtattak elég sok mindent, mert drámaibbá tették. Lovas könyvből nincsen olyan túl sok, és nekem ez az egyik kedvencem, így lovas könyvek terén, mert hát azért ezen is sírt, ez is megsírat ez a könyv, de úgy lovas filmek terén is a Hadakutyán azért egy kiemelkedő számomra, mert nem az a tipikus lovas film, amik így szoktak lenni ilyen tömeggyártmány, hanem azért ez jó is. Ugye a világháborús rész is ott van benne, de azért a lovas rész is, és jól meg is van csinálva. De ez is egy 150 oldalas könyv, és elég gyorsan lehet egyébként olvasni. De egyik kedvencem volt. 2017-es kedvencem volt ez a könyv. Másik film, ami abból a szempontból jó, hogy a képregényeket már nehéz hozzá befejezni, ami ugye a Scott Pilgrim a világ ellen. Scott Pilgrim csodálatos átlag élete. Valami ilyesmi a film címe is, mindegy a Scott Pilgrim film, ami ugye 6 képregény alapján készült, de a képregényeket most már elég nehéz beszerezni, úgyhogy ebből a szempontból is jó, hogy van a film. Egyébként jó a film változata is, jól meg van csinálva. Én mondjuk nagyon szerettem a képregényeket. Azok nagyon jók voltak hozzá, azért adtak hozzá egy bővebb perspektívet, meg másabb perspektívet is, de egyébként a film is élvezetes volt. A következő szintén egy olyan példa, hogy én a filmet sokkal jobban szeretem, az a Csillagport Neil Gaiman-től. Én elolvastam a Csillagport, mert megnéztük a Csillagport filmen újból, már nem tudom hanyatszorra, és akkor így regondoltam, hogy ebből van könyv? Elolvasom. De aztán nekem a könyv csalódás volt, mert a film más, és a jó értelemben más, és nekem a film jobban tetszik, mert abban olyan részek vannak, amik ebben nem voltak benne, meg úgy voltak benne, ahogy ebben nem voltak benne, szóval én teljes mértékben a filmet preferálom. Ez is, igazából a filmben ez is egy romkom. Egy nagyon jó romkom egyébként. Egy fantasy romkom ráadásul. Legjobb párosítás egyébként, tényleg, tehát a Csillagport film, az így egy örök kedvencem, tényleg. A sok kedvencem közül az egyik örök. És az utolsó, amiről egyébként a legutóbbi videómban beszéltem, az a Matilda. De ennek nem az a címe angolul, hogy de angolul az, hogy Matilda filmben is. Magyarul meg Matilda a kiskorú boszorkány. Mert miért ne tegyük hozzá azt a jelzőt, aminek egyébként semmi köze a sztorihoz, mert Matilda nem egy boszorkány benne, csak képes az elméjével mozgatni tárgyakat. De ennyi, szóval nem boszorkány. Teljesen félrevezető a film címe. Viszont nagyon jó a film.
És a könyv is egyébként. Egyértelműen. Ez is egy tipikusan olyan könyv, aminek a film verziója majdnem egy az egyben ugyanaz. De most ennyi olyan filmet szedtem össze, aminek tudom, hogy van könyv alapja, és legalább valamennyire tájékozott vagyok abból a könyv alapból, hogy milyen lehet, vagy legalább el akarom olvasni. Szóval igen, hogyha valakinek tényleg úgy olyan helyzetben lenne, mint most én is voltam február, március, áprilisban végig, majdnem, hogy egyszerűen nem bír leülni és olvasni, de valami könyves kapcsolódású dolgot szeretne csinálni, tehát filmadaptációt nézni, vagy könyvadaptációt nézni, na. Nem tudom, ez a két szó nekem teljesen szinonimaként jön le. Vagy elvesztettem a gondolatmenetem. Mit mondtam? Ja igen, szóval, hogyha valaki tényleg azzal küzd, hogy leüljön és olvasson, mert nincs kedve olvasni, pedig lenne mit olvasni, akkor ez azért mégis könyves vonatkozású, de mégsem olvasás maga. És az ilyenekben az a jó, hogy amikor az ember rájön, hogy mondjuk egy film, ami neki tetszett, létezik könyvben, akkor el lehet olvasni könyvben is. Valahol elvesztettem a fonalat, pedig ki volt dolgozva a fejemben, hogy mit akarok éppen mondani, aztán eltűnt, úgyhogy mindegy. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!